Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ha azt mondom, hogy a mai vendégem egy egyetemi oktató, aki kutató és sportkommentátor, akkor nyilván jó néhány embernek felötlik, hogy mit mondana ilyenkor Eperjes Károly Szamóca, hogy Uramisten, hogy jön ez a három különböző dolog. Még a kettő valahogy összefér, az egyetemi oktató és a kutató, de a sportkommentátor, hogy miként. Nos, hát ez fog kiderülni a mai beszélgetésben, legalábbis remélem. Vendégem Kis Csaba. Jó napot kívánok, szia Lajos! Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Ugye a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusaként mutatnálak be, és emellett pedig, aki szereti a jégkorongot, már pedig Székesfehérváron messze a legnépszerűbb csapatsportág ma már a jégkorong. És ez így van 1977 óta, bár akkor még vetélkedett a futballal, és a későbbi időkben nem különben, de most minden bizonnyal, hiszen a Raktár utca nem van, teltház van most is. És ahhoz, hogy megismerjük, hogy miként ugye 2000 óta foglalkozol az online közvetítésekkel, és belástad magad teljes egészében a sportkommentátori szerepkörbe, ami nagyon-nagyon egy nehéz emberpróbáló feladat, ahhoz, hogy megismerjünk, nyilvánvaló, hogy el kell indulnunk az eredendőtől, a telekis diáktól, aki kiváló tanuló lehetett, hiszen a későbbiek ugye ezt bizonyították. Mi mindent kaphat meg egy fiatal, ha úgy tetszik, egy fiatal középiskolás, egy olyan középiskolában, amit nyilván maga választott, és a szakirányt nem különben? Én nagyon sokat köszönhetek a Telekinek valóban, és én különösen szerencsésnek tartom magam, hogy 6 évfolyamos osztályba járhattam nyelvi tagozatra, és azért ott a nyelvi kompetenciák fejlesztése az nagyon magas színvonalú volt, és nagyon erősen előtérbe került. És egyébként a gimnazista évek alatt én kimondottan sportriporter szerettem volna lenni. Tehát ez nekem egy gyerekkori álmom volt, hogy ebbe kipróbálja magam, és kerestem is azokat a lehetőségeket, ahol esetleg próbálhatom magamat fejleszteni. Szép magyar beszédversenyek, nyelvtan OKTV. Egyébként meg is nyerhettem, végül is megnyertem 2001-ben a nyelvtan OKTV, tehát az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny nyelvtanból. Sportriporter kerestetik indult, akkor utoljára, és azon is elindultam, döntőig sikerült eljutni, és akkor én nagyon hittem abba, hogy majd sportriporter leszek, de aztán azért úgy is voltam vele, hogy ez rizikós, tehát azért ehhez a pályához sok szerencse is kell, és hát sok remek sportriporter is van, szóval szerettem volna egy másik lábat is magamnak, és ez lett egy huszárvágással, egy késői döntéssel, egy utolsó pillanatos döntéssel a Közgazdaság Tudományi Egyetem, tehát nyelvi specről. De hát osztálytársaimmal is, szülőkkel is, tanárokkal is sokat beszélgetve ez tűnt a jó döntésnek, sokan is mentünk az osztályból 6-an a Pesti Közgázra. Ebben a tekintetben igen, és akkor ez a sportriporter dolog úgy el is maradt. Tehát az egyetemet is elkezdtem, ez a menedzsment téma, amit aztán később oktatóként is viszek, ez akkor nekem nagyon megtetszett, és utána ott is maradtam a doktori képzésre, és akkor úgy tűnt, hogy ebből a sportriporterkedésből különösebben nem lesz semmi, de pont a sportriporter kerestetik kapcsán kerültem kapcsolatba a jégkorong csapattal, interjúkat csinálni, stb. És akkor indult a honlapja a Volánnak, 2000 őszén kezdtük el tervezni, és akkor adta magát, hogy az egyetem mellett akkor ezt így hobbiból el tudom kezdeni csinálni. Teljes egészében 21. századi karrier ilyen értelemben. Tehát nyitott voltál arra, hogy megtanulj valamit, ami akkor még gyermekcipőben járt, gondolok itt az online-ra elsősorban. A másik oldalról nyitott voltál arra, hogy egy nyelvű nép gyenge és esendő, ugye tudjuk ezt István király óta, tehát a nyelvtudásod és az alapvetés volt, amellett pedig a választott hivatásod, tehát a gazdálkodás menedzsment szak és a közgazdász diploma, az nyilván segített abban, hogy eligazodj ebben a furcsa világban. Melyek voltak a legfontosabb lépcsők? Tehát ugye 2000-ről beszéltünk már, de nyilvánvaló, hogy egy kicsit először foglalkozunk a hivatásoddal. Tehát tudatos voltál abban, hogy mit szeretnél csinálni a jövőben. Azt is tudtad, hogy későbbiekben tanítani szeretnél? Eleinte nem, és eleinte úgy voltam vele, hogy inkább valamilyen vállalati szférában szeretném majd magam kipróbálni, de aztán
az egyetemi évek során rengeteg olyan csoportos, prezentációs helyzet volt, ahol elő kellett adni magunkat, bemutatni valamit, és ezek a helyzetek nekem megtetszettek, ez a szerep megtetszett, és akkor oktatóktól érkező visszajelzések is abba az irányba mentek, hogy elképzelhető, hogy ezt ki lehetne próbálni. És van az egyetemen ez az úgynevezett demonstrátori rendszer, ahol diákok kipróbálhatják magukat oktatói szerepben tapasztalt oktatók mellett, adott esetben kutatóként is, egyfajta ilyen felkészítés erre a pályára, ha valakinek tetszik, és akkor én beneveztem ebbe a demonstrátori programba, bevettek kutatásokba, amik folynak bele, láthattam, hogy ez hogy zajlik, és oktatásba is kipróbálhattam magam tapasztalt kollégák mellett, és nagyon megtetszett az íze a tanításnak is, a kutatásnak is, és akkor meghoztam azt a döntést, hogy a diplomázás után beadom a jelentkezésemet a doktori programba, ami szerencsére sikerült is. Ki volt, aki bíztatott, aki segített? Nyilvánvaló, hogy kell egy mentor, kell valaki, aki, ha egy fiatal valamit elhatároz magában, akinek a tanácsai mentén, a segítsége mentén elindulhat azon az úton. Hát nagyon sokan támogattak és adtak tanácsot. Az a helyzet, hogy szinte hát akár a tanszéki kollégák közül, vagy a középiskolás tanárok, vagy a család közül is, hát nagyon sokat köszönhetek, hogyha most a nyilvánvaló, hogy a szülők, persze egyértelmű, mondjuk középiskolás tanáraim közül mindenképpen Kóbor Istvánné, Orsi nénit szeretném megemlíteni, aki magyar tanárként rengeteget foglalkozott velem, különösen erre a bizonyos nyelvtan versenyre való fölkészülések, hát emlékszem, ugye voltak ilyen maratoni pénteken 3-4 órán át magán foglalkozások keretében készültünk, és biztos vagyok benne, hogy ezek a nyelvi kompetenciák oktatóként és kutatóként, hát publikálni kell, írnunk kell, szövegeket alkotni, tehát ezek nagyon fontosak. Egyetemi tanáraim közül mindenképpen megemlíteném későbbi témavezetőmet, szakdolgozatom konzulensét, aki most tanszékvezetőm, Takács Sándor professzor, aki már diákként a szárnyai alá vett, és utána később a doktori programban is végig kísért. De nagyon sokat köszönhetek Dobák Miklós professzornak, a Vezetéstudományi Intézet vezetőjének, aki például a doktori felvételi bizottságban is benne volt, és az ő véleménye is nagyon sokat számított, hogy akkor úgy döntöttek, hogy bekerülhetek ebbe a programba. Gyorsan megtanultad, hogy mi a folyamatos fejlődés záloga. Itt ugye küldtél nekem egy ismertetőt mindarról, amivel foglalkozom, felsorolhatatlan egyéb iránt, mert ha elinduljunk onnét, hogy már pályám során tanítottam első, másod, harmad, negyed, mert éves, ötödéves hallgatókat egyaránt és így sorban. Én azt gondolom, hogy ez mind egy-egy külön műsor lenne. Hiszen aki egy ilyen pályaivet fut be, az valamennyi időszakról tud beszélni úgy, hogy az akár egy teljes műsort, mondom, kitölt. De melyek voltak a kulcs pillanatok? Azt hiszem, hogy tehát oktatóként az első kulcs pillanat az mindenképpen az volt, amikor nekem először ki kellett állnom a diákok elé. Tehát tanársegédként? Egyedül, sőt, az még akkor még a tanársegédnek egy belépő szintje volt, akkor még nálunk az volt a szabály, hogy akkor lehettem tanársegéd, amikor a doktori programban már eljutok egy bizonyos pontra. Addig segédmunkatárs voltam, gyakorlatilag tudományos segédmunkatárs, és rám bíztak először egy oktatói feladatot, be kellett mennem egyedül, hát az egy nagy mélyvíz volt, és utána aztán jöttek később az egyre nagyobb feladatok. Nálunk ez elég jó fel van építve szerencsére, tehát a fiatal hallgatókat így fokozatosan dobjuk azóta is be, úgymond a vízbe, és ez nekem is nagyon sokat segített, hogy először talán olyan diákokkal tudtam kezdeni, akik korban is közel álltak hozzám, ez egy kényelmesebb helyzet volt, és utána próbálhattam ki magam olyan helyzetekben, ahol már akár posztgraduális képzések, tehát már gyakorló vállalati szakemberek, vagy később aztán angol nyelvű oktatás, és ez nagyon izgalmas volt, és aztán később meg, amikor már esetleg bevettek tárgyfejlesztésbe, vagy szakfejlesztésbe, és azok a dolgok izgattak engem mindig is, egyébként a sportkommentálásnál is, meg az egyetemen is, amikor olyan projektekhez lehet kapcsolódni, ahol valamit fejleszteni lehet, ahol valamit előbbre lehet juttatni, és ezáltal én is tanulhatok, meg magamat is fejleszthetem. Mikor tudatosult benned, hogy erre születtél?
ne cáfolj meg, mert bizonyos vagyok benne, tehát az oktatás az rendben van, az mindenféle értelemben, és a sportkommentátori szerepvállalásodról majd még beszélünk később hosszasabban. De valóban erre születtél, tanárnak, pedagógusnak, egyetemi oktatónak. Hát, abban nem vagyok, én még mindig egy picit talán biztosabb vagyok abban, hogy egyébként én inkább úgymond kommentátornak születtem, csak aztán ez, én mintha az órán is tulajdonképpen kommentátor lennék, most ezt értsék, úgyhogy azokat... Tehát a mezi az egyetemi oktató és a kommentátor. Közül. Igen, úgy tűnik, hogy ezek nagyon messzi dolgok, de valójában több benne a közös, mint hinnénk, tehát hogy le kell kötni úgy a figyelmet, hogy közben egy élmény, az élményszerű oktatás, most ez a Corvinusnak az egyik jelszava az oktatás terén, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy talán a második, harmadik évben, amikor oktathattam, akkor éreztem úgy igazán, hogy a helyemen vagyok. És hogy ez... És hát ugye 20 éve tart, tehát én 2001-ben kezdtem diákként az egyetemen, de mondjuk amikor demonstrátor lettem, az 2003 volt, tehát hogy most már lassan 20 éve. Tehát az oktatás módszertan, amit annak idején elsajátítottál, folyamatosan változik. Nyilván a segítségedre van a másik oldalról, de ehhez elhivatottság is kell. Tehát folyamatosan kell haladni a korral. Ez tetten érhető egyébként az egyetemi hallgatókon is? Igen. Tehát most már tudatosan választanak szakirányt, és elvárásaik vannak az oktató felé? Abszolút, és azt gondolom, hogy ez így is van rendjén, tehát az az idő már elmúlt, amikor az egyetemi oktató volt a tudásnak a mindenható záloga, és a hallgató tulajdonképpen örülhetett, hogy egyáltalán hozzáfért ehhez a tudáshoz, és kvázi, ahogy ugye a magyar nyelvben is, hát hallgató, mit üzen, hogy ül és hallgat, befogadja annak az okos embernek a gondolatait. De most már azt gondolom, hogy másról kell, hogy szóljon egyetemi szinten is az oktatás. Tehát a hallgatóknak is, a diákoknak is hinniük kell abban, hogy az ő hozzájárulásuk is borzasztó fontos. Az interaktivitás, az, hogy egymással véleményeket ütköztessenek, az, hogy alkossanak. A tárgyi tudás mellett a készségfejlesztés is borzasztó fontos, és az attitűdfejlesztés is. Most, amikor tárgyakat fejlesztünk, ez a három dimenzió egymás mellett jelenik meg a tárgyfejlesztésben, vagy a szakfejlesztésben. Tudás, készség, attitűd. Egyszerre próbáljuk különböző oktatásmódszertani eszközökkel ezeket fejleszteni. És ez egy másfajta tanári szerep, másfajta hallgatói elvárások, és most az egyetem pont egy úgynevezett Teaching Excellence program bevezetésén dolgozik, az oktatói kiválóság elismerése, és az ezzel kapcsolatos tudás megosztásnak az elősegítése, pont azért, hogy a hallgatók új generációjának is olyan élményeket tudjunk adni, amelyek aztán elkísérik őket szakmai pályájuk során. Az oktatói pályád, illetve a kutatási tevékenységet kézenfogva jár? Egyik a másikra épül? Bizonyos értelemben? Nagyon nehéz kérdés ez, mert a mindennapokban valamilyen szinten ezzel küzdünk, hogy a munkának ez a két aspektus, ami mind a kettő nagyon közel áll kollégáimmal a szívünk közt, tehát nagyon szeretünk kutatni, publikálni, nagyon szeretünk tanítani, hogy férhet úgy meg egymás mellett, hogy ne menjen egyik a másik rovására. Ha több oktatási feladatot vállalunk, kevesebb marad időerőforrás a publikációra. Az egyetem egyébként emeli a publikációs követelményeket, tehát az oktatók most már nem tudnak úgymond ellavírozni a langyos vízben, hanem nagyon komolyan meg kell jelenjünk külföldi szaklapokban is, emeltek érezhetően a mércén. Ez nekünk is egy újfajta helyzet, hogy ennek megfeleljünk, és ebben előre kell lépjek én is, azt gondolom én. Hát azt gondolom, ma már a 21. századnak ebben az időszakában ez eleve elrendelés, ez nem lehet vitás. Ugye azt írott, hogy a kutatói érdeklődésem a szervezeti elkötelezettség a munka-család egyensúly témái mellett a professzionális sportvilágának szervezeti magatartásai kérdését. Itt is érinti. A munkacsaláddal kezdjük röviden, hiszen ez az egyensúly, az azt hiszem, hogy most ebben a felgyorsult világban nagyon hiányzik. Ezek egyre inkább az érdeklődés homlokterében vannak ezek a kérdések nemzetközileg. A gyakorlóvállalati szakemberek, a munkavállalók és a tudományos kutatókat illetően is, hiszen pont a világjárvány mutatja meg, hogy egészen újfajta kihívások tudnak nagyon hamar megjelenni, amelyekre hát a válaszokat még csak keresjük, azt gondolom, akár a home office, otthoni munkavégzés, hogy hat a munkavállalóra, hogy hat a szervezetekre, hogy hat az emberek együttműködésére. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag kutatási terep, és hát valóban a versenysportban is nekem az a hipotézisem, hogy
De persze ez nem én találtam ki, csak hogy a saját kutatói alapállásomban a hozzáállásom, hogy a versenysportolóknak a mentális felkészítése az egyre nagyobb fontosságú, ezt látjuk, és azok a kutatások, amik esetleg abban segítenek, hogy ezt a magyar sport világában, vagy akár a magyarországi sport ágak közegében, milliójében vizsgáljuk, ennek nagyon jelentős hozzáadott értéke lehet, pláne annak tekintetében, hogy ez egy nemzetstratégiai ágazat, nagyon sok erőforrás áramlik bele, ezeknek az erőforrásoknak a hatékony és eredményes felhasználása, az meggyőződésem, hogy nem csak a sportolók fizikális felkészítésén és annak a feltételrendszerén, hanem a mentális felkészítésükön, illetve az együttműködésük fejlesztésén. Tehát pontos, amit mondtál, annál is inkább, mert hogy kapcsolódik a sportkommentátori munkádhoz is. Hiszen nyilvánvaló, hogy te sokkal jobban érzékeled szakemberként, hogyha valaki mentálisan nincs a topon, vagy valamiért gyengébben teljesít a megszokottnál, és valamilyen problémával küzd. Próbálom a kommentálásba is beleszőni a csoport működések sajátosságaival kapcsolatos. Természetesen nem adott a közeg ott tudálékoskodni, meg nem is ez a cél, de ha meggondoljuk, egy sportcsapat is tulajdonképpen egy csoport, amelyik valamilyen... Egy csapat, igen. Igen, egy közös cél érdekében tevékenykedik, és ennek azért megvannak olyan törvényszerűségei, amelyek olykor jól láthatóak kívülről, és hát igyekszem ezekre ráirányítani olykor a figyelmet. A siker, vagy éppen a kudarc hátterében meghúzódható lehetséges. Rövidesen elindulunk 2000-től, hiszen a jégkorong azért nagyon fontos ebben a beszélgetésben is, de a magyar, illetve az angol nyelven megjelent publikációid, azok nyilván rendkívül fontos szerepet töltenek be. Tehát nem csak elszállnak azok a gondolatok, hanem az nyilván a publikációban megjeleníthetőek. Ez mennyit segít abban, hogy folyamatosan topon legyél? Hiszen azért a világ változik, és nyilvánvaló, hogy figyelemmel kíséred azokat a tudományos folyóiratokat is, amelyekből lehet tanulni, illetve kapcsolódni ahhoz. Azért fontos ez egyrészt, tehát hogy a tudományos világnak a párbeszédébe be tudjak kapcsolni, és értsem, hogy mifelé megy a világ. Nem csak önmagáért fontos ez szerintem, hanem a hitelesség szempontjából is. Tehát amikor oktatóként be kell menni a diákokhoz, és valamiről beszélek, akkor az nagyon lényeges, hogy az ő szemükben egy olyan személyként tűnjek fel, aki tényleg ehhez ért. Most mondok egy példát, én nem voltam egy sportoló, de mondjuk taníthatok a sportközgazdász mesterszakon itt a székesfehérvári képzésben. Most ott nagyon sok diák ilyen sportoló volt, vagy még a mai napig az, vagy akár a sport közegében szeretne elhelyezkedni. Az, hogy én mondjuk olyan megállapításokat tudjak tenni, amit nekem elhisznek, beépítik a saját szakmai eszköztárukba, ahhoz az kulcsfontosság, hogy például nekem legyenek mondjuk sport közegéből származó publikációim, vizsgálataim, jártasságom. Úgyhogy ez volt az egyik olyan motiváció, amikor a sportközgazdász mesterszak itt Székesfehérváron tervbe került, akkor úgy gondoltam, hogy szeretném a kutatói érdeklődésemet ezzel a fókusszal is bővíteni, hogy utána oktatóként számíthasson rám András Krisztina szakfelelős. És most pedig megérkeztünk a jégkoronghoz. Én azt gondolom, hogy ahogy már beszéltünk róla, rendkívüli szakmai érdeklődés kíséri minden egyes pillanatát, amióta kiegészült én azt mondom, hogy Nemzeti Jégkorong Akadémiával, de a titánok szereplése, hogy visszakerültek Győrben, nagyon fontos számunkra. Nyilvánvaló, hogy az Ébel, illetve a Leistiga csapat az nem különben, de a fontos a titánok. A titánok és a Jégkorong Akadémia, hiszen erre fog épülni a következő évtizedekben a székesfehérvári, sőt, hangsúlyozottan a magyar jégkorongsport is. Amikor közvetítesz, látod-e azt a különbséget, hiszen 20 esztendő telt el már azóta, hogy amikor megjött igazából a profizmus. Tehát itt gondolok elsősorban, nyilván a 77-es időszakra nem menjünk vissza, de talán 2000 idején kezdődött el a külföldi edzők megérkeztével, illetve egy komoly szakmai rendszer felépítésével az, ahol most tartunk, tehát hogy átcsoportban, igaz, hogy néha kizuhanunk, de azonnal feljutunk, és hogy számtalan játékosunk játszhat külföldön, nagyon sokan érkeznek, értékes játékosok, tehát nem 40 éves orosz keleti bekkek, mint régen Jászberényben. Nos, tehát mi változott 2000 óta, hiszen te látod szakkommentátorként is. A fiatalok oldaláról,
ezek csak a saját benyomásaim, a saját észleléseim, de valamiért úgy érzem, hogy sokkal nagyobb nyomás alatt vannak a fiatalok, mint korábban, egyáltalán a saját szakmai pályájuk és az életük elkezdése kapcsán. Ha belegondolunk, egyre nagyobb a verseny a jégkorong sportban az állásokért, hiszen nagyon kevés a profi csapat, nagyon kevés a profi státusz, és Magyarország még úgymond nem játékos exportőr, tehát a külföldi elhelyezkedés az még nagyon ritka, ugyanakkor viszont rengeteg külföldi játékos kap állást, mondjuk akár az Erste Ligában is. Emiatt a játékosokon szerintem sokkal nagyobb a nyomás a sport teljesítményt illetően, ugyanakkor viszont nagyon komoly személyes befektetést igényel tőlük az, hogy például a Titánok csapatában játszanak, hiszen ezt össze kell hangolni a tanulással és az életük egyéb területével. És az a fajta karrierút, amit maguk elé kitűzhetnek, szerintem sokkal bizonytalanabb most, mint akár 20 évvel ezelőtt, hiszen amellett, hogy egyébként professzionalizálódik a magyar jégkorong, de egyre több a légiós is, és mindig a sport valamifajta bizonytalanságot hoz, hogy milyen szinten és milyen egzisztenciát tud magának ő teremteni, ha profi jégkorongozó lesz. És akkor emellett ott van a tanulás, és hát sok tehetséges jégkorongozó egyébként végül is aztán úgy döntött, hogy mondjuk amatőr szinten folytatja, és egyfajta lemorzsolódás is jellemző pont emiatt, mert elmennek egyetemre, és utána a civil életben találják meg a számításukat. És van egy nyomás, tehát ez fokozódik, hogy persze szerezzenek diplomát, adott esetben tanuljanak tovább, és ennek az összeegyeztetése, ez egy nagyon komoly feladat szerintem a fiatalok számára, de ez egyébként ki is emeli a hozzáállásuknak is az előrelépését, tehát hogy sokkal tudatosabban szerintem táplálkoznak, készülnek fel, és az ambíció is ez tetten érhető. Szerencsés voltam, egyszer-kétszer csapatvezetőként elmentem a Titánokkal erdélyi túrára, és abszolút profi és céltudatos fiatal embereket ismertem meg, és hát nyilván nem mindegyikükből lett egyébként profi jégkorongozó, de nagyon szépen megtalálták a számításokat. Igen, meg kell barátkozniuk a magyar viszonyokkal, mert nyilván Székelyudvarhelyen, Csíkszereden más az élet és más a világ, más fiatal jégkorongozónak lenni, mint egy olyan városban, egy olyan sportvárosban, mint Székesfehérvár, ahol magasak az elvárások, és ugye a cél 3. Tehát először is az első csapatba, a AV19-be felkerülni, válogatottnak lenni, külföldre kerülni, és ez mind-mind, hát legalábbis az önnek megoldhatatlan magas a mérce. Ennek tükrében ugye nem tudsz bántó lenni, azt tudjuk. De kellően kritikusak vagyunk-e mi? Merünk-e kritizálni, mint sportkommentátor például? Azért nagyon nehéz ez, és például én személyesen is átéltem ennek a nehézségét, amikor az ifjúsági világbajnokságról közvetítettem itt Fehérvárról az ifjúsági válogatottnak a szereplését 1-2 évvel ezelőtt, ahol néhány mérkőzésen elmaradt a csapat a várakozásoktól, és azért volt nagyon nehéz, mert persze hát a szurkoló, aki az események hatása alatt áll belőlem, előjönne, és akkor adott esetben én is egy ilyen magas, vagy éppen mély állapotba kerülve egy érzelmi hullámvasúton mehetnék, de azt nagyon fontos látni, hogy azért ez szerintem egy adott játékos önmagában, hát egy csapatsport, egy nagyobb rendszernek a része. Tehát azért a könnyű a játékosokon elverni a port egy alulteljesítés esetén, de a rendszer minden rendszer elemében még a magyar sportnak van hova fejlődni, de hát pont ezért is jön létre például, vagy jött létre nemrégiben a Nemzeti Jégkorong Akadémia, ami pont egy válasz volt arra, hogy például a szervezeti feltételrendszert is egy másik szintre kell emelni, annak érdekében, hogy a nemzetközi versenyképesség emelkedjék. Tehát itt folyamatos kihívások vannak, szerintem egyébként menedzsment oldalról, és ez itt megint összetalálkozik egyébként a sport iránti érdeklődésem, a szakmai érdeklődésemmel. A magyar sportnak, a magyar profi sportnak a szervezeti hátterét olyan sportszakemberek hát képzése révén tudjuk emelni, például, mint amit a sportközgazdász. Így van, és így tovább. Így van, illetve a sportközgazdász mesterszakon is azon dolgozunk, pontosan. És hát ez a vízió, amit András Krisztina is képvisel, hogy egy új generációját neveljek ki ez a szak.
azoknak a sportszakembereknek, akik képesek lesznek a jövőben is választani a kihívásokat. Csak ha ez van, akkor merhetünk álmodni, nagyot álmodni, mert azért merjünk nagyot álmodni. Egyébként merjünk nagyot álmodni? Te látod a titánok mérkőzéseit, folyamatosan kommentálod. Milyenek ezek a fiatalok? Igazi 21. századi belevaló, és mint ahogy a hokisokat ismerjük, vagány srácok, akik fejben, technikában és erőben is ott vannak. Elég megnézni a szeptemberi és a novemberi mérkőzéseknek a képét, ha valaki egymás mellé teszi a két videó felvételt és megnézi, biztos vagyok benne, hogy azonnal tudni fogja, hogy melyik a novemberi és melyik a szeptemberi. Tehát ahogy a játékosok mozognak a jégen, ahogy a döntéseket meghozzák, ahogy tudják, hogy mi a fontos, mi a nem fontos, mire figyeljenek, mire nem. Nyilván olyan ez, mint az autóvezetés, hát mindannyian emlékszem, amikor először kellett kimenni a forgalomba, zűrzavarnak tűnt az egész, aztán ahogyan egyre rutinosabb valaki, tudja már, hogy mire kell figyelni, meg mire nem. Hát ugyanez van, amikor először bedobják a fiatal játékost a felnőtt mezőnybe, sokkal tudatosabb, sokkal érettebb játékot mutatnak, és egyébként már korábban is, tehát a korábbi titánokra visszaemlékszem, amikor mondjuk Kis Dávid volt a vezetőedző, vagy Tyler Dietrich, vagy Kóger István, szinte ugyanez a dinamika látszott. Szeptemberben volt valami, novemberben sokkal biztatóbb, és mire eljött a tavasz, január, február, addigra meg már néha egészen nagy álmokat lehetett szülni. Hát emlékezhetünk például, amikor akár 1500 néző volt kíváncsi a második csapat meccsére a Mac elleni rájátszáson, vagy a Kis Dávid féle csapat Ferencváros elleni párharca micsoda küzdelmeket hozott, és ki gondolta volna akkor tájt a szeptemberbe. Így van, tehát merjünk nagyokat álmodni. Viszont ha már az álomnál tartunk itt a végén, hadd kérdezzem meg, neked milyen álmaid vannak szakmai, illetve sportkommentátori? Milyen eredményt szeretnél látni? Én elmondom, hogy az enyém, mi az álmom, hát jussunk be négy közé, az alapvetés. Ez az álmom, a titánok bizonyítsa be, hogy és egyre több játékossal képviseltesse magát az első csapatban. Más álma most nincsen, de a tiéd, a szakmai? Nagyon, azért nagyon nehéz kérdés, mert néha én is fölteszem magamnak a kérdést, meg így baráti beszélgetéseknél is, hogy egyébként például a titánok csapatánál csapatszinten álmodozzunk, vagy egyéni szinten. Tehát, hogy legyen-e az álom mondjuk, hogy minél több játékos személyében legyen sikeres, ami lehet, hogy nem is feltétlenül jelenti azt, hogy ez a csapat ebben a formájában például valami nagyszerű csapat eredményt ér el. De azt gondolom, hogy ebben a csapatban most olyan erős kohézió van, hogy, és hát nyilván még a játékos piac is tulajdonképpen nyitva van, tehát elképzelhető, hogy esetleg még akár valami olyan játékos piaci mozgás is tudni. Például egy tapasztalt légiós szerintem még sokat jelenthetne, és felgyorsíthatná a fiatalok fejlődését. Szerintem ebben a nagyon kiegyenlített bajnokságban a rájátszásba bekerülés az egy nagyon nagy siker lenne. Onnan a továbbjutás az már egy óriási bravúr lenne a versenykiírás ismeretében. És elnézve a játékosokat, már most jó néhány fiatal van, aki eleve az Ice Age csapatban játszik, tehát ők már nagyon szépen mutatják a példát a többiek számára, hogy szorgalommal és elszántsággal hova el lehet jutni, és ebben a jelenlegi csapatban is most kapásból három, de lehet, hogy négy játékost is föl tudnék sorolni, de most szándékosan nem fogom, akik szerintem nagyon hamar meg tudják mutatni magukat. És miről álmodik Kis Csaba, egyetemi adjunktus? Szakmailag most a nagy cél az, hogy sikerüljön egy szintet lépjek, és docens lehessek nálunk az egyetemen. Ezek a szintek, ezek előre definiáltak, megvan egy kritériumrendszer, amit teljesíteni kell. Én most azon dolgozom nagy erővel, hogy ennek meg tudjak felelni, és utána ezt a lépést meg lehessen lépni. Az nyitna nekem is új szakmai lehetőségeket, új fejlődési esélyeket kínálna. Úgyhogy most az oktatói, kutatói céljaimat is ez alárendelem. Érdeklődéssel figyeljük, és kívánjuk, hogy így történjék. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem a Corvinus Egyetem adjunktusa Kis Csaba volt, akit a kommentátorként is ismerhetünk a fehérvári titánok jégkorong mérkőzéseiről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!